Na, sziasztok! Ma megpróbálunk Mafia 2-zni. Egyrészt, ha hagyja a gépem, vagy hogyha hagyja a játék. Operation Husky. Meglátjuk. A játékot nagyjából ismerem, egyszer-egyszer játszottam már vele. Azt hiszem, egyszer végigvittem az egészet. If it wasn't for the local resistance, we wouldn't have had a chance. So when Mussolini's soldiers came into the town and started rounding everybody up, we decided to return a favor. Kicsit a grafikán rontanom kellett, hogy valamilyen szinten jó legyen. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Sajnos csak egy 1050-esen van, ami nem igazán bírja ezt a terhelést. Lássuk. Hát, lehet, hogy... Célozni még mindig nem tudok. Jó. Szóval a játékot ismerem, egyszer már végig toltam, de nem emlékszem szinte semmire a játékba. Teljesen. Gyere, man! Megvan. Ettőből meg lett. Must have the prisoners upstairs. Clear the second floor. Scaletta, you take point. Uccidete gli occhi! Dove mi... Ammazzo tutti! Got him. Arrenditi. Shit. Igen, lehet, hogy abba az irányba megyünk. Egy megvan, kettő megvan. Hab már el, három megvan. Ups. Nem már. Na azért. Get inside, Scaletta! You're gonna die out there! Rohanok! Bocsi, hogy csendben vagyok, csak nem bízom benne, hogy fel tudom venni a videót. Fogja magát egyszer a játék, és csak kilép az egészből. És nem értem, hogy miért fagy le. Hogy mi... tolja magát össze a gépen. Szóval csak azért vagyok egy kicsit csendesebb a megszokottnál, mert még nem tudom. Tehát, hogyha most ez itt nem sikerül, akkor valószínű, hogy nem fog menni. Léci, ha ez végig fut, akkor jó. Mondom, már megy a játék, de ez nem szokott menni. Itt szokott befagyni az autós résznél. Don't worry though, a drink will warm you right up. How long's it been since we had a drink together, Vito? 2 years? Almost three. Tony Sicelli's party, right? Come on, Vito, come on. The last drink we had together was right after your romance. Na mindegy.
Megpróbáljuk. Hát ha nem döglik bele. Van olyan, amikor itt szépen megy, van olyan, amikor már itt is elrontja a játékot. Össze-vissza elszokott csúszni minden. Azért próbálok a beállításokkal is játszani, hogy hát, ha nem terheli túl nagyon a játékot. Meglátjuk. Itt van olyan, amikor csak így szimplán megáll az egész egy helyben, és kifagy. Most úgy látom, hogy végig fog menni, mert itt már csak befordulunk, elengedjük, nem engedjük el. Utána még ott azt hiszem tovább befordulunk, és ott is vagyunk. Ez eddig jó. Ez eddig jó. Játszunk vele? Kiderül. Here we are. Alright, thanks. Keep the change. Na, eddig megvagyunk. Ez eddig jó. Hihetetlen. Nem tudom, mi fog működni. Szeretném felvenni, mert amúgy szeretném a sorozatot folytatni, csak így, hogy szórakozik velem a játék, így egy kicsit nehéz lesz. Szóval annyi a lényeg, hogy régen, nagyon-nagyon-nagyon régen játszottam vele, tehát a játékot úgy végig toltam, ismerem a játék nagy részét, de nem vagyok benne biztos, hogy mindent ismerek belőle. Nem fogok emlékezni a küldetések nagy részére, úgyhogy hát most így újra felfedezzük a játékot. Szia, Cit! Ugri ki! Csabasz! Jump! Wiki! Ups! Na jó. You should get some sleep. Your room is just like you left it. Helyes mamóka. I'll see you 2 a.m. Sleep well, mio bambino. This ain't gonna cut it. I gotta find a place to stay. Öltözzünk fel. Hát én itt már tudom, hogy mit fogok szerintem felvenni. Ezt szeretném, csak rajtam van a sisak. Az nem tetszik. Ez lesz. Köszönjük szépen. Mehetünk tovább. Jó reggelt, mamu! Na, mehetünk is. Végre futhatok. Hagyjék! Meg akarom nézni, mi van oda bent. I don't give I'm sorry. A damn. I don't care we'll get the if you money. Gotta sell everything you got. What the hell's going on here? Vito! You mind your business, asshole. No. Oh, yeah? Come on, Junior. I'm gonna take you to school. Oh, tough guy. Scaring a woman, huh? Come on. Show me what you got. Vito, please. You're making it even worse. Is us. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Ez az. Please, Vito, this isn't your problem. Húgy! Headshot. Ah, fuck this. Yeah, that's right. Get the fuck out of here. You're gonna be sorry. The both of yous. What the hell was that all about? I'm sorry, Vito. We didn't want to bother you with this. Bother me? Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money. A lot of from money. A loan shark. Thinking he'd get a better job and pay him back.
We found out right after you left for the war. How much? $2,000. What? Shit. The worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, the debt goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the port. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. We'll manage somehow. Don't worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vito. Take care of yourself. Vigyázz magadra, tesóka. I gotta get my hands on $2,000 fast. I bet Joe could help me out. Persze, hogy Joe tud nekünk segíteni, vagy ne tudna nekünk segíteni. Nos! Elmegyünk arra a sarokra, ahol beestek az autók a föld alá. És megnézzük, hogy most is beesnek-e. Mert ha beesnek, akkor baj van. Az... beesik. De nem már! Ott mi van? Az baj szerintem, nem? Az úgy baj, ha úgy beesnek a föld alá. Mert ez azt jelenti, hogy akkor ott abban a csíkban, ott nincsen betöltve a pálya. És az azt jelenti, hogy ha én itt megpróbálok bemenni, én is be fogok esni. Így van. Az baj, mi? Az baj. Az nagy baj. Most is befordul. Igen. Hát az a rész nincs betöltve a mapból. Hogy oldjam meg? Tehát alapból a pálya ott van, mi látjuk, de mégsem látjuk. Valami nem töltött be, vagy valami nem jól tölt be, vagy hát amúgy ez a ház se így kéne, hogy kinézzen. Az baj, mi? Ó, jaj. Guggolni? Annyira nem tudok leguggolni. Nem merek sokat tovább menni, nehogy beesek teljesen megint. Addig még biztos be tudunk menni. Ja? Itt nem tudok annyit guggolni. Ott tűnnek el az autók. Ott. Ha? Tehát valami miatt most azt próbálom kitalálni, hogy hogy tudunk átmenni a túloldalra. Vagy hát, ha visszatölteni normálisan akkor a játékot. Nem? Bazd meg. Azért ez egy jó, nem? Már most szívás van. De vajon mitől? Hibás lenne ott a játéknak a fája? Már amúgy kijavítottam, mert volt, találta a Steam hibát. Azt kijavította. De hogy ennyire hibás legyen.
Nem már játszani akarok ezzel a játékkal. Az a baj, hogy azon a... Egészségedre. Ezen a ponton túl, tehát a járda szélétől már nincsen pálya. Próbáljunk meg, na várja. Most már ezt ki fogom debugolni, hogy mit tudok vele kezdeni. Próbáljunk meg másik irányból menni. Így körbejárjuk valahogy a házat hátulról. Az a baj, hogy innen kellene, tehát hogy történet szerint is, de amúgy valami nem jó, mert nem tölti be a házakat normálisan. Igen, itt egyből. Tehát onnan, attól a ponttól már nincsen semmi. Hát de gáz. Na próbáljuk meg újra. Most adtam rá egy kis kakaót, csak így meg a videókártyámat lehet, hogy... Forduljon le valaki oda? Persze, hogy most nem fordul le senki. Ha? Teherautó? Eltűnik. Igen. Most mással vagyunk elfoglalva, testvér. Itt is leesnek. Ott is leesnek. Mi a fene van ma? És még a játék, tehát a távolabbi házakat szépen betölti, de olyan, mintha itt ez a része a mapnak nem létezne normálisan a játék számára. Tehát ott az a ház már nem töltött be, az se töltött be. És az a baj, hogy ha elvileg a textúra nem tölt be, akkor nem tudja rárakni azt se, hogy itt nekünk collisionünk legyen. De már a lábam benne van a földben. Aha. Ez meg. Valami nagyon nincs rendben a játékommal. Most megpróbáljuk így. Nem láttam! Menj egyenesen! Nem úgy egyenesen, le egyenes. Ott megy egy kocsi! Ott jön egy kocsi! Ez az! Megjavítottam! Betöltenek a házak. Nagyon jó! Ó, ezt a bobbingot nem lehet kikapcsolni, ez ettől rosszabb nincs. És nem süllyedek a föld alá! Aha! Szupi. Jó, megjavítottam. Lehet, hogy néha-néha újra kezdünk egy küldetést, mert amúgy most meg azt csinálja, hogy néha-néha betolja magát a játék elég komolyan. Csinált az előbb is olyat. Elindítottam, azonnal fekete képernyő kilép. Szóval előfordulhat az, hogy néha-néha újra kell kezdenünk egy-egy részt. Ott megpróbálom majd mindig azt, hogy ha véletlenül kifagy, nem tudom, hogy mi a baj. Tehát egyszerűen nem jövök rá, hogy mi okozza ezt a játékon belül. Nem találkoztam még ilyennel. Olyan volt már, hogy egy-egy játék... múltkor mit játszottunk? Ja, a Dying Light. Tehát valami a gépemmel lesz, mert a Dying Light is kifagyott ugyanígy. Nem tudom mi. Nem tudok rájönni. Úgyhogy, bocsánat, amennyire lehet, megpróbáljuk kiszenvedni ezt az egészet. Remélem, hogy nem sok ilyen lesz. Ha mégis, akkor majd kitalálok valamit. De tehát ez, hogy össze-vissza szakad a játék, ez nem lenne normális. Mindegy, menjünk. Jó, az tény, hogy amúgy szebb a játék. Ez tény. Jokes. Excuse me, ma'am. Do you know where Joe Barbaro lives?
to the right of the stairs and tell him that racket last night has to stop. If he don't like it, he can find another place to live. So, itt vagyunk Joe-nál. You made enough cash for all this in the last 3 years? More like the last 3 months. I barely had time to furnish the place. 3 months? Holy shit. You just gotta know the right people, and you're all set, because you know me. Az a baj, hogy szerintem ez az újság, ha felveszem, akkor olyan fog mutatni, amit nem szabad mutatnom, úgyhogy felveszem képernyőn kívül. Ha mégis jó magazint veszünk fel, akkor... akkor visszakapcsolom. Jól gondoltam? Jól gondoltam. Úgy szernéni volt rajta. Nem szeretném, ha letiltanák a videóimat. Who's this skinny guy in the picture? That was back in 41. Ah, you haven't changed at all. You know, in the face. Fuck you. The good life will do that to you. Rá. Na, menjünk akkor. Elindulsz. Kösz. Megyek, Joe, megyek. Gyere. Hú, de körülményes egy ember, hogy gyere már. You said you were going to introduce me to that guy Giuseppe. No. I meant, you know, the big picture. When you was over there, didn't you think about what you was going to do when you got back? No, not really. Well, besides the usual, you know. Find a nice girl, settle down. Whoa. Hey, there's going to be plenty of time for that shit later. Right now, I'm going to make sure you live a little. Hey, thanks again for that thing with the discharge papers. Hey, all I do is make a phone call. You can thank Giuseppe when we go pick him up. Hál' Istennek még mindig nem esünk be, ott sem esnek be. Jók vagyunk. Eddig jók vagyunk. Kíváncsi vagyok, hogy meddig bírja. Hey, you think I could, What? Drive, Vito? The roads are icy. You ain't never drove a car before. Joe, I was driving almost the whole time I was over there. Yeah, but this ain't no tank, Vito. This is one of the nicest cars money can buy. I didn't drive a tank. I drove a Jeep. What the hell's a Jeep? It's, Adjuk. You gonna let me drive a while? All right. Here's the keys. Just be fucking careful. Én nagyon careful leszek. It's cold as fuck outside. You gotta give it a little more gas than usual. That's the pedal over there on the right. I know, Joe. Na nézzük. Melyik a jobb? Szerintem ez lesz a jó nézet. Várjál? Nem, lehet, hogy ez. Igen, mert így azért valamilyen szinten szét tudok nézni. Then just go straight for a while. Menjünk egyenesen egy darabig. Hey, whoa, slow it down a bit. No need to get pulled over for no reason. Mennyi most itt a sebességlimit? 40. Jó. Hey, Vito. You know what time it is? It's daytime. How the fuck should I know? It's time for you to get your own fucking car. Yeah, I'd love to if I could afford one. Who says you're gonna pay for it? Ki mondta, hogy fizetünk az autóért? You know, you wasn't kidding. They really taught you to drive over there. At least something good come out of it. Arra emlékeztem, hogy ez jobban csúszik. Nos, megtanulunk autót törni. Ooh, get a load of that baby. Nice, that's a 42 Jefferson. Így van. Beautiful car like that, it'd be a shame to smash the window. You should grab yourself some lockpicks over at Giuseppe's. Na lássuk. Welcome to Giuseppe's General Store, a thief's paradise. You name it, he's got it. Tudom, ide sokat fogunk járni. He sells gun permits and discharge papers for guys tired of getting their asses shot off. Hey, Giuseppe, I brought you some Giuseppe, buongiorno. Straight up, right? Yes, sir, all the way. This here's Vito, my oldest friend. This is Giuseppe, the best safecracker in Empire Retired, Bay. Please. How are you? The papers for you? Yeah, they are. You got them finished already? It was a pain in the ass, but sure, they're done. Well, thanks. This really gonna work? Nobody from the army will bother you again, trust me. Hey, you see? What I tell you? Here's the money. Take your papers, Vito. Ez az.
Az ilyen rövideket megnézzük. We need a set of lockpicks too. That we do. And guess who's paying for them? Lockpick. Kétért. Bye. Jaj. Azt hittem, ezt kell lívelek. But you can test it right now. Here. Hol? Take this lock. Hol? You just need to insert the pick into the lock. Ja. And lift all the pins. You use the wrench to hold the pins one by one. When all of the pins are set, just turn the wrench and the lock, she opens. Easy. Na, tanuljunk meg lokkolni. Jó. S. Egy megvan. Kettő megvan. Ah, damn it. So you're on Giuseppe Sebenarig. Easy, huh? Don't worry, Ciao. You'll get the hang of it. I do it all the time when I lock my keys in the car. Mondja, Joe, merre megyünk? Okay, you still feel like snagging that car? You kidding me? Absolutely. Well, here's your chance. Le kell lopnom a Jeffersont. Jó. És... és akkor szokásos. Jó, ez annyira nem szívás. Is... ó, ne már. Step on it. Azon vagyok. Copy that. Vehicle in progress. Lose him. Quick. Oké. Hová megyünk? All right. Looks like we lost. So how do you like the car? Okay, body shop. Menjünk arra, mert a visz minket. They provide the kind of services we're looking for. Hey, that don't sound cheap. Don't worry about it. Effort. Just find any body shop. I know the guy who runs it. Da 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 da. Bocs, csúszik az út. Hát ezt nem hiszem el. Ennek a rendőrnek pont most kellett jönnie, hogy a fene megesz. Jó, csak az a baj, hogy ne azt a body shopot mutasd már, mert ott tele van rendőrrel. El kellene mennünk egy kicsit messzebb, hát ha diszponolja őket a játék. Jó, ez az, van másik. Rendőr. Megy előttünk. Ott a body shop. Úgyhogy ha jók vagyunk, akkor be tudunk ide jönni. Megvan, megvan. Hey. Cseréljük le! A rendszámtáblát! Hát először is mindenféleképpen a jelenlegit azt change-eljük. De. Legyen az, hogy... ah, Leo. Le? Éj, de messze van az-e. Le? Na.
Így. By the plate. There you go. Give her a couple of tweaks. Igen, felni. Looking for a new set of wheels? Take your pick, pal. Azt mennyit adott? Igen, itt úgy tudom, hogy majd lesznek különbözőek még. Mindegy, ez. Improve engine. Pick a color, any color. Ez a kettő van? Ja nem, bocs, arrébb kell mászni. Látom hátul, látom hátul. Hát... Ez nagyon nem. Legyen ilyen piros? Legyen. Jó, plét meg van változtatva. Kocsi javítva van. Motor rendben van. És akkor... Leave. Bring it by anytime. Szerencsére ezt most fizette nekünk a játék, az első autónkat. All right, next you should introduce yourself to Mike Bruski. He'll probably have some work for you. All right, where is he? He owns a junkyard over in Riverside. You can't miss him. Rendőrséggel még most az elején vigyázunk először, beleszakunk a rendőrökbe. Utána majd toljuk neki. Most elmentek. Woohoo! Jó amúgy ez a játék. Hey, who's that guy back there? What guy? The guy at the body shop. Oh, Tommy. He's my buddy's nephew. He's kind of quiet, but let me tell you, the kid's some hell of a dancer. Saw him at the old dance hall in Oyster Bay a couple weeks ago. He had all the broads going nuts. Do I detect a hint of jealousy? Are you kidding? I don't need no dance moves. I got charm, my friend. Here, I'll give you some of my lines. Maybe you won't have to spend so many nights with Rosie Palm and her five sisters. Hey, here's one. Hey, is that a mirror in your pocket? Because I can see myself in your pants. Jó, Blaszek! Azt hiszem, itt más a sebességkorlát, ugye? Igen, itt már 80, vagy 70. Ezért egy kicsit száguldozhatunk. Dokjuk az autót. Az a baj, hogy én ezekben a játékokban szeretek rendőrökkel szívózni. Mindegyikben. Tehát ebben is, az elsőben is. Why don't we go back to my place and play house? You beat the door and I'll slam you. Oh, that was bad. Hey, when you measure seven soft, you don't have to be good with words. You get my drift? I get the. Hey, look who's here. Hey, Mikey boy, what's going on? Shit, Mike, you can wash your fucking hands once in a while. Now I need a fucking bed. Hey, I've been working. Working people occasionally get dirty, you know? Besides, I just wiped them off. With what? The same fucking rag you used to clean the toilet, you filthy fuck? Put a lid on it. What are you, from the health department, or you want to do some business? Business, of course. This here's my friend Vito. Vito, this is Mike Bruski. But don't shake his hand, I ain't got that much soap at home. Nice to meet you, Vito. Me and Vito go way back. He just come back from overseas and he needs some cash. So I figure he can help with your supply problem. I can vouch for him. Uh-huh. Okay. Joe told you about our side business, right? Jó. Bocsánat. Oops. Azt megütöttem.
Ez hülye. Elrakta a fegyvert. Jaj, Tyler. Hello. Játék. Hey, you ain't a bad shot. Hey Vito, see if you can hit the gas tank. Can I leave gas in that thing? There's a Pollock joke there, but I'll leave it alone. Oh yeah, that reminds me. Fuck you. All right, that's enough shooting. We got work to do. Mister. Menjünk a Lone Star bárba, Joe-val. Jó. Gyere, Joe bácsi, hussa! Ez az. Megy ez. Nem akarok váltogatni rádió csatornát, mert nincsen rádió. Out the way we came in and get on the main highway going west. Don't go back through the city. Figyelj, Joe, arra megyek, amerre visz a GPS. So how's it feel to be back? Good. I feel a lot better with some money in my pocket. Hey, what's the rush? Money don't buy you happiness, you know. Get the fuck out of here. I was just fucking with you. Don't worry about the money. This little job is just the beginning. Pretty soon you'll be rolling in it. So, Sand Island's still the same shithole it was when I left? No, the place actually ain't too bad. This is. Shit. How the hell that happened? All the moolies flew south for the winter. Of course it's still a shithole, Vito. You only been gone a couple of years. Ne dudaj! It's gonna take a lot longer than that. Közlekedek, koncentrálok. Them people multiply like rabbits. What are you gonna do? It's even worse than when we was kids. They even got some kind of gang. Ne akarj kikerülni, majd én kikerüllek. Ehhez nem vagyok hozzászokva, hogy itt okosabbak egy kicsit az NPC-k. Hey, what are you worried about? They're animals. All they do is sell dope and kill each other. They ain't gonna bother a guy like nyomd a féket. Jövök. Tokásosan... Közlekedünk! Csúszik az út. Can't do business without it these days. Especially in this fucking neighborhood. You, really know how to inspire confidence, you know that? No. Valahol itt lesz a házam. Valamelyik ebből. Look at this guy. Ain't even back a day and he's too good for his old neighborhood. Hey, what are you breaking my balls for? I'm just window shopping. It'll be years before I can afford a place like this. You got champagne tastes and beer pockets, my friend. Don't worry though, I'm gonna help you change that. Miért kellett nekünk pont egy rendőr mögébe, akkor balra irányjelzőzzel sírva fakadok? Lerázzuk. Kicsit szokni kell az irányítását. Azért próbálok a lehető legjobban szórakozni vele. It's that cream-colored baby over there. Be careful. Do it quick and get the fuck out of there. Break a window if you have to and go. I'll wait for you back at Mike's. What if I run into problems? Then you deal with them. Look, consider this a test. If you fail, I hear they're hiring down at the factory. Right, just asking. Good luck, pal. I see you back at Mike's. Jó, megyek, megyek. Lokjunk kocsit. Ussá me. Hogy, hogy. Ah, shit. Ó, ez nem jött be. Az megint nem jött be. Ez az. Ez az. Hogy ez az, ez az. Push. Lopom a kocsit! Oh,
Jártak után, nem? Szerintem én ezt régen úgy oldottam meg, a játék is, mintha azt akarta volna, hogy én lövöldözzek, de... Nem muszáj, nem. Lehet ezt megtartani? Ez amúgy jobban megy, mint a másik. Jajajajajajajaj. Itt is vannak bolondok, úgy látom. Ne dudálj már! Közlekedek. Az előzőben is nekem volt elsőbsége, most is nekem van elsőbségem. Kész. Nem stopp. Nincsen stopp tábla. Ú, de nehezen vált. Nyomom neki, várjál. Oh, jó, eddig még nincsenek gondok. Fogadjunk el, kiabálom, azt megint beesek valahová a föld alá. Rendőrbácsikkal nem akarunk kikezdeni. Még egy rendőr. Nem megesztiteket. Ez a nagy razijázás most. Bocsi, bocsi! Ezt egy kicsit túl taktikáztuk. A rendőrt még nem látok, úgyhogy tolhatjuk neki. Upi, upi, bocsi, ops, ops, ops. Ajjajjajjajjajjajj. Ó, ne kezd, ne kezd! Na láttátok, ilyeneket csinál néha, és így összeszakad a játék, és kilép. Megjöttem. Megjöttem. Kíváncsi vagyok, mit mondanak rá. Mission accomplished. How'd it go? Yeah, piece of cake. Except for the fact that the car belonged to a bunch of moolies who immediately tried to kill me right after you left. Probably the bombers. Not just their neighborhood. Guys like that, you don't have to worry about them. They just hang out on the street, talk shit, steal shit, and smoke dope. Let's see what we got here. Oh, nice. No stains. Clean. The lowlife get the money for this. Probably stole it himself. It's nice, though. How much did I say for it again? 600. Oh, I like you, buddy Joe. Here's your 400 bucks. Stop by again, okay? We can do some more business. Yeah, you bet, Mike. I see you, Mike. I'll stop by again real soon. All right, boys. I'll see you later. Here's your 300 bananas. I'm taking my cut as the middleman. Next time, you're on your own. All right. Thanks, Joe. Ja, van 300-unk. Ez az. Hopci. Szóval ezt mondtam, hogy lesznek ilyenek, hogy egy-egy küldetést újra kell csinálnom, mert el kellett hoznom újra az autót. Tehát az elejétől kezdte újra. Onnan, hogy elloptam a kocsit. Nem tudom, hogy miért csinálja, nem jövök rá. Hogy ilyenkor mi akad össze. Mindegy. Helyet láttok, akkor valószínű az lesz, hogy újra kezdjük a játékot. Nem tudok rájönni. Valami nem tetszik a gépnek, vagy a játéknak, vagy a nem tudom minek. Oh! Oh! So, what's the story with Bruski?
Mike's a good guy to know. He's a little grouchy, but he's always got a scam going. He deals with stolen cars mostly. Spent some time inside a while back. I heard he used to stick up gas stations back in the day. You gonna make him pay the cleaning bill for your jacket? Nah, let that one slide. I do a lot of business with the guy. Plus, he's got one hell of a temper. One time he was at the track and some bitch spilled a beer on his windpipe. Mike beat the shit out of him till he went blind in one eye. For a lousy $10. Hey, is there a safe place to park around here? I don't want to leave this thing out in the street. Yeah, that's why you're parking your car next to mine in the garage. The streets are full of criminals these days. Yeah, the neighborhood ain't what it used to be, huh? Park in your garage. Jó lesz ez. Fuss el, Joel, fuss el. Nem szórakozunk itt. If you're hungry, there's some food in the refrigerator. Okay, kösz. You're hungry, Vito? Take whatever you want from the fridge. Hol a friss te szemétláda? Jó, nem. Nem. Ham and cheese, ez jó lesz. Kösz. Kösz. Jó, oké. Megebédeltünk. És most? Ez lesz a ház, az alvó helyem. Ó, Joe. De menjünk tovább. Az nem jó. Nem mondod. Hello? Joe's pleasure, pal. It's Vito speaking. Vito, why didn't you come home last night? I was worried sick. Mama? Mama? I didn't know you had Joe's number. And whose phone is this? So have you spoken to Mr. Pappalardo? Find yourself a job? Yeah, he told me to come by and see him today. Okay. Hopefully he's got some work for me. Dolgozok, dolgozok. All right, bye, Mama. Megyek dolgozni. Mr. Papadino, nem tudom. Hát vigyük a szokásosat, ebben legalább nézünk is ki valahogy. Jó, mindenünk megvan, mehetünk ki. Nem, várjál, bezárjuk a ajtót, el ne lopjanak itt valamit. Hogy csók! Hát ő nem akar velünk kommunikálni. Nem vagyunk elég érdekesek. Hey, turn that down in there. Ja, balhé van. Na. Hozzuk a kocsit. Ó, meg lehet javítani 53-ért. Legyen. Tudom, most így egy kicsit több lesz a pénz, amit össze kell szedni, de... Úgyis összetöröm újra! Ba-b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 a. Hová megyünk? Nem baj, megyünk, amerre a játék mutatja. Kösz. Azért még meg kellett egy kicsit tolni a seggét.
Az nem jött be, az nem jött be. Íj anyám. Durjad neki! Úte! Erre az útra emlékszem, itt szenvedtem régen valami miatt, valami küldetéssel, ezt tudom. Csá! Bye! Rendőr! Ójjáj! Megnézzük, hogy mennyire tudjuk őket lerázni. Eléggé. Csicsicsicsi, utolsó pillanat! Mekkora mentés volt, öcsém. Az majdnem sikerült. Itt is fogunk amúgy később valamit garázdálkodni, nem jól emlékszem. Megjöttem, felnök úr! Hogy zárom be az ajtót? Azért, bezárja magától. De nem szeretem ezeket a követgetős hülyeségeket. Az ott... Miért piros? When you're done, you get 10 bucks. If something gets lost or broken, you get nothing. Start now and don't take all day. Ez komoly. Ez tényleg. Valami balhé lesz itt, ha jól emlékszem. Oh yeah, this is gonna be a lot of fun. Who the fuck wants to move boxes around all goddamn day? Ugye? Én is így gondolom. Oké, nekem elég volt. Köszönjük. Hey, you done? Yeah, I'm done. And you can keep the 10 bucks. When I said I needed a job, I didn't mean slave labor. Whatever. Get the fuck out of here then. Don't show your face around here again. Yeah, don't worry. I can make 100 times more working for Barbaro Incorporated. Wait, you said Barbaro? Joe Barbaro? Yeah, so what? Shit. Nobody who works with Joe would carry crates for 10 bucks. What the hell are you doing? Come with me. Itt legalább a folyó jól meg van csinálva, ezt erre nem is emlékeztem. Mert ha lemaradok, akkor lép kettőt futásban, de amúgy totyog mögötte. Nos! De miért nem mehetek? Oda akarok menni. Öldöm, mit lesz az, amikor verekednem kell. I'm here to collect the fee for the bob. Yeah, I must have forgot or something. Thanks. Appreciate your cooperation. Edge? Hey, pal. Derek needs you to pay the fee for the barber. Sure, here it is. I don't want no problems. Next time, try to pay on time, okay? Thanks. Kettő. Nem tudok felmászni, de szuper. Akkor nem megyünk arra. Kettő a csónaknál,
ez a harmadik. Hey, Derek needs you to pay the fee for the barber. Hey, what kind of game you playing here? The kind where you pay what you owe and you don't get hurt. You got a problem with that? I got a problem with you. Now get out of here before I kick your ass. Whoops. Thief. Nem sokáig bírtad. Here's your fucking money. Yeah, glad you decided to reconsider. Na mi mondta sokan? Hey pal, Derek needs you to pay the fee for the barber. Look, asshole, I'm not in the mood. Why don't you get out of my face before you get hurt? Ah, no can do, pal. Derek wants his money. Derek can kiss my ass. What's that fat fuck gonna do? Have me killed? Hey, you said it, not me. Why don't you give it a try then, asshole? Woohoo! Na? Adjátok a pénzt. Okay. Anybody else got a fucking problem with paying for the fucking barber? Ennyi. Ennyi. Megoldottam. Hát a kocsi javítására visszajön. Here's the money, boss man. I almost forgot. Joe called. He wants you should meet him at Freddy's. Most miért nem tudok kimenni? A szórakozó, hogy itt kell. Oh. Nos. Megvertünk mindenkit. Jó, csak kettőt kellett meg szkodni egy kicsit. Ezzel lehet úgy fordulni, mint a másikkal? Nem. Ne? Gáz. Na menjünk. Kezd az alakulni. Az a baj, mire elmúlik a hó, addigra megszakom a havat. Hüpp, egy busz! Egy nagy busz! Jó, itt is csapatunk neki egy kanyart. Midtown. Jó, ez az, ez az. Itt még jók vagyunk a rendőr mögött. Akart fordulni a kereke. Hogy az anyádat. Most elmentem miattad túl. Ez az. Csapjad neki. Most mit irányjelzőztél? Ja, hogy ők minden kanyarban irányjelzőznek. Az így még jobb. Lightly. Pirosban nem merek átmenni.
kapjad neki. Üff! Ez baj, ez megint 50 dollár. Na jó! Folytassuk innen a következő részben. Hát bízom benne, hogy ilyen lefagyások, mint ami volt az előbb is, kevés lesz. Nem tudom ígérni, sajnos. Csak az a baj, hogy ha úgy fagy le, akkor nem biztos, hogy ugyanúgy fogom tudni megcsinálni a küldetés második felét. Ha vissza kell töltenem akár egy egész sztori részt. Úgyhogy meglátjuk. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő részben. Sziasztok!